Szerintok. Szerintok. Sziasztok! Szia Zsuzsa! Hogy vagy? Tökélete. Jó! Jól. Köszönöm szépen! Jól, jól! Most már nagyon-nagyon ezerrel várom a tavaszt. Hú! Ugye? De. Most már napok óta úgy fúj a szél, hogy a téglán keresztül átfúj, és hát nem... a tavaszti szél majd vizet áraszt, úgyhogy igen, ez lesz. Nem, egyébként nem bánom, mert ilyenkor kipucolja az egészet. Persze, persze! A... És egy nagyon szép témánk van, ugye közös mesterünk kedvenc témája, kövek versus kristályok. Igen, Judy Horra gondoltál, az egy nagyon tündéri jelenség volt egyébként. Nagyon És... szerethető, nagyon-nagyon bölcs, ő egyébként nagyon érdekes, mert ugye ő asztrológus volt, és a, a kristályok iránti szeretete az nem később jött, hanem képzeljétek el, hogy úgy fejtett, hogy kristályokat rakott a, a, a képletre, és még messze nem tanult egy csomó mindent. Tehát látott képe, képleteket, ugye akkor még kézzel rajzolt képletek voltak bőven, volt is egy asztrógiusnál, akkor megfigyelt akkor a dolgokat, és aztán egész egyszerűen azt csinálta, hogy azt érezte, hogy kövek kellene oda, bizonyos kristályok és követ, és azáltal nyílt meg neki, tehát ő mindig mondta, hogy ő egy csaló, tehát ő nem kellett neki, tehát elképesztően tág fényszögekkel dolgozott, meg még ilyen nagyon slamposan, tehát azért ezt tegyük hozzá, de mégis tűpontosan fejtett. És volt egy olyan módszere, ugye, hogy például nagyon sokszor egy kristályt tartott a kezébe, ezt tőle tanultam, majd elmesélem ezt is, és ő azt csinálta, hogy felment a saját felettesényével, megkereste a másik, ugye a fejtendő alajnak a felettes felettesényét, azokkal kommunikált, és leült, és így mint a vízfolyás, így Nem, sosem személyesen ö, fogadott embereket, mindig kazettás magnóra, tehát egy kazettára vette fel, tehát azt mondta, hogy küldjön egy csekket, mit tudom én, akkor még 45 fontról, meg egy kazettát, ezt küldje el a címére, és akkor ő postafordultával fordultával szintén feladtak a kész kazettát. Nekem meg is van, tehát nem tudom, miben lejátszani, de van még egy ilyen Judis kazettám egyébként. Persze, csinált nekünk Igen, de az örök. Igen. Igen. én mindig látóasztrológusnak hívtam, Igen. mert hogy ő nem, nem, nem nézett előre semmi, nem. amit látott, Azt persze, így ezzel a módszerrel, amit mondtál. Igen. Azzal, azzal sikerült. Igen, de ő nagyon-nagyon sok kristályt használ. Tehát a kristályok, és akkor már itt vagyunk a témánál, ugye azt kell értenetek, hogy, amikor a Föld megszületik, tehát amikor összeáll ez a bolygó, akkor azok a kőzetek, azok ott vannak. Tehát ha azt mondjuk, hogy a, Föld az 3,5 milliárd éves, az egész naprendszer, akkor az a kristály, amit a kezedben tartasz, vagy most a nyakadban hordod, az is 3,5 milliárd éves. Tehát a kristályok a leghosszabb lakói a Földnek, és egész egyszerűen mindent magukba gyűjtenek, és mindent, mindenről tudnak, tehát ki lehet őket faggatni. És ezért van gyógyító erejük, ezért lehet őket felhasználni egy csomó mindennél, de, és akkor itt jön az érdekesség, a kövek is tudják ugyanezt. Mi a probléma? Rondák, bár a Judinál nem, ugye a Judy nagyon szerette ezeket is, és valóban, az, a, hát ugye, ha megnézzük a kristályoknak a, a különböző tulajdonságait, akkor a legmagasabb rezgési kristály a brilliáns, a gyémánt, ugye azért a legjobb barátja egy nőnek a brilliáns, ugye? Mert tényleg a legtisztább kristály, és ugye az azután következő a hegyi kristály, mivel bármit lehet programozni, és bármit lehet vele csinálni, és aztán ahogy megyünk lefelé a rezgésben, minél tömörebb az a kő, annál behatárolhatóbb, hogy mire használjuk, és hát persze nem olyan szép, tehát ez is kétségtelen amit kaptam a Judith-tól, az egy Brandenberg volt, az ő egyik kedvence. Nekem is kaptam a Aranyú. A szigetre kéne mennem, egy kristályt finni, az egy Brandenberg lenne. Igen. Képesztő, tehát, ez. hogy ez a, egy arany meg még valamit, amit nem, nem emlékszem, arra emlékszem, megvan mai napig, hogy ezt egy kőből ö, vágták ki, tehát, hogy ez valamilyen fúrógéppel lett kivágva, és a végén, a kő végén vannak a kristályok. Tehát, hogy és azért választotta talán a mai, mai témánknak kövek és kristályok, vagy kristályok és kövek, mert hogy nem ugyanaz. De és hogy nem. bármennyire kőnek hívjuk a kristályt, az, az egy kristály, tehát egy, egy teljesen... Amit mondtál, hogy a nyakamba, ezt tepából kaptam, képzeld el, de és hát ugye a csakra színek vannak rajta, de ez, az nagyon érdekes. Ha fölveszem, akkor egyrészt hogy érzem, hogy rám is hat, másrészt a külvilág felé is működik, tehát ha. hogy elkezd Mindig, ezek mindig oda-vissza működnek, persze. Egy fontos van, hogy avasd be a kristályodat, tehát hogy ez a... Vannak olyan, olyan tanítások, hogy ne adod a másoknak, ami... Há' a... ez nem, meg ne nyúljon, hogy valaki mert akkor elrontja, úr. Hülyeség. Abszolút. Ön? Nincs mit elrontani. Műreség. Nem tudja, nem tud, kristályt nem tudsz elrontani, túlhasználni tudod őket. Ezt akarom elmesélni, hogy a következő volt, ugye, hát én Judit holtól tanultam, ugye, asztrógiát is, meg, meg kristályokkal is foglalkozni, és ugye az ametiszt és citrin keveréke, az ametrin, az kimondottan, az összes olyan kristály egyébként az, az amit te beszélsz hogy a kőzeten ott van ugye a kristály, azok ezek mind polaritás kristályok. És a, tehát, amiben kétféle ásvány, vagy kétféle kristály van egy kőzeten belül, azok mindig a leginkább le tudják hívni, le tudják hozni az információt. És nekem egy Ametrin rudam volt, egy ilyen csiszolt Ametrin rudam, és én a, amikor elkezdtem 30 évvel ezelőtt asszologént dolgozni, akkor mindig ez volt a kezemben, tehát egy Ametrin rud volt a kezemben. Képzeljétek el, hogy fél év múlva az az ametrin rúd ketté tört. De a kezem, tehát nem, nem lejtettem, egyszer csak elfáradt. És odatul, és akkor tudtam, hogy nekem nem kell még egy. Tehát tudtam azt, elföldeltem egyébként, ezt tudjátok tenni, nagyon fontos, hogy a, a kristályoknak, ha túlhasználod őket, egyébként közös barátnőnk, ez is egy, egy érdekes történet, közös. Bar... Én, úgy, na, én úgy veszek ajándékot, nem szeretek mondva csinált ajándékot venni, meglátok valamit, ez jó lesz, X-nek, vagy Z-nek, azt megveszem, és akkor néha el is felejtem, és akkor én a Jézus Mária jóban tök hülye, és akkor máskor adom oda. És valamiért a Beninél, közös barátunknál szintén vettem egy. egy mi az a fekete ásvány, úgy néz ki, mint, a, mint hogyha fém lenne, majd eszembe jut. Egy nagyon, nagyon fekete vagy ezüst? Fekete, ezüst színű, ezüstös fekete. Á, ezért... Mindegy, teljesen mindegy, hogy eszembe jut. Teljesen mindegy, kár kár juk, kár. Teljesen mindegy. Egy, egy karkötőt vettem, és tudtam, hogy ez az, And most ha kimondtuk, az Andréaé. És vettem hozzá egy dobozkát, és mentünk pont Londonba, és be, becsomagoltam, és a születésnapja, és azt odaadtam neki. Előzőleg panaszkodott, hogy mennyire fáj a csuklója, ö, biztos, mert túl sokat ad a párkapcsolatában, hogy vagy csak ad, ad, nem kap semmit vissza, és nagyon fáj a hogy hogyha ilyen, ilyen szarja volt, írj, egy újradás, és már kenegeti, meg fást de semmi nem jó. És én ezt nem kötöttem össze, hanem odaadtam neki a, a repülőgépen az ajándékát, gondoltam, hogy hadd neki, és akkor láttam, hogy hogy az első pillanatban az van, hogy hát ez neki nem tetszik. Mert nem egy szép kő, tehát ez a, tudod, ilyen fémes, néz ki, mint amilyen acél. Nem írt eszembe. A Nekem nem sem, de nem érdekes, majd persze csak beugri. De azért kedvesen, udvarjasan föltette a csuklójára. Majd öt perc van azt mondja, hogy Jézusom, hogy ez milyen jó. Hát nem fáj, elkezdett nem fájni a csuklóm ez nagyon jó, jaj, köszönöm. Azért kaptam tehát gondoltam, hogy nem, én nem szoktam hazudni, tudom, nem, Andrea, ezt hogy én nyáron vettem neked, valamiért, de, de Valami. nem kellett. Végig négy napig horta, négy napig, a negyedik nap, a, a karkötő szétmállott. Szétesett, darabokra hullott, porózusan darabokra hullott, és utána kidobtuk, persze, mondtam, hogy de ez van, szerintem, hát és is a Na, ezek a kristályok. Én is kaptam egy ilyen kristályt tőled, de egy medál formájába, egy négyzet alakú medál. Nem is értettem, hogy miért kapom ezt a dolgot, és egy másik közös barátnőnél, az Editnél voltam kint, és sose felejtem el, a folyosón, és így beszélgettünk egymással szembe, és mintha valaki így kalapáccsal ráütött volna Yes. A, a kristályra és darabok, ilyen három darabra, törve leesett a nyakamból. Na, ez érdekes. Ezt látod, de erre nem mélke. Ezt alatt. nem emlékszel? Nem, nem hát biztos elbozja. Gyönyörű volt, mert egy ilyen, egy ilyen négyzet alapú közepen egy luk volt. Egyébként egy férfias kristály. Abszolút. Egy férfias energia, igen. De igen. hogy elvitt valamit, az a száz. Elvitt valamit, igen. Na most, és, és azért mondom, tehát ha ez érdekel benneteket, akkor érdemes tényleg akár a kristálybibliát, meg nem tudom, hogy most ki van-e adva. Lehet kapni. Lehet kapni azért. Igen, tehát, nem vagy nem a kristálybibliát. Nem nem nem, ez speciál, ne a netről tájékozódjatok, mert rengeteg hülyeség van. Tehát tényleg rengeteg, mert autentikus szerzőktől próbáljátok beszerezni dolgokat, illetve a legcsodálatosabb, hogy bemész egy boltba, és tényleg megfogod azt a kristályt. Fogd meg. Persze odavonza a szemedet, nyilván nyilván úgy válogatja az ember, hogy tetszik vagy nem tetszik, de utána fogd meg, és most mutatok egy nagyon érdekes dolgot, hogy a tiéd vagy nem, és egyáltalán, hogy kapjál valami képet arról a kisáról, van egy olyan mozdulat, hogyha felkunkorítod a nyelvedet a szájpadlásodra, így, akkor van egy pont a szájpadlásodon, ami csikis. Uh -huh. Ami csík, el tudod. Tehát ott egy kicsit puhább Ami is. Egy kicsit, igen, egy csík is érzés. Yeah. Na, és a, oda kell érintened a tanuld meg, hogy hol, hol van az, oda kell érinteni, és becsukod a szemed, és akkor kapsz egy reakciót, hogy az a kő mire való, vagy neked kell -e, vagy nem a tiéd, vagy Tehát, hogy ne csak, ne csak, ne csak esztétikailag választanod, hanem tényleg fogd meg, menj olyan helyre, ahol megengedik, hogy megfogjad, én, én rendszeresen olyan helyekre járok csak, és kizárólag, mert nem engedik megfogni, akkor nem leszek kész, nem érdekel, de most már nem, már, már nem is tudom hova tenni, tehát itt most így körülnéznél, akkor látnál, na mindegy, nem, 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 hozom most elő, de tényleg van egy-kettő, Például, hogy hívják, van egy sárkányom is, hogy rájöttem, hogy az itt van, az itt őrzi a könyvtárat, a tudást. <laughs> és, de általában ugye az irodámban hagyok egy csomót, és ami nagyon érdekes, ha komolyan akarsz ezzel foglalkozni, akkor érdemes vagy egy kristály, ilyen clusternek hívjuk, tehát egy ilyen, egy ilyen, csoportosulást venni, és vagy egy kristály geódát, mert az abszolút tisztítja a teret. Tehát, uh -huh. abszolút, tehát hogyha ezt berakod, nekem a szobában van egy geoda, és a, a hogy hívják, a, a dolgozomban van egy, az a kristály, tudod, az egész oltárban van egy csomó. Tehát gyóda. van egy oltár, de ott van egy geoda, igen. Van egy, igen, van egy geoda, és, és, és egyáltalán arra való, hogy, hogy az folyamatosan szórja és tisztítja a teret, tehát a hálószobában mindenféleképpen ajánlanék egy-két ilyen védőkristályt, és akkor, ha már itt tartunk a köveknél, ez is nagyon érdekes, abszolút más rezgés, teljesen egyetértek, de a kövekben elrejtve lehetnek kristályok. És például, megint az unokámat példározom, az unokám az megtalálja ezeket beszarsz rajta, tehát képes felszedni egy kavicsot, a, a, hogy hívják, amit megfordít, és a másik oldala kristály. Tele vagyunk már ilyenekkel, amiket ő talált. És ez mint egy sas érted? így nézd csak, nézd Zsuzsidana, nézd, látod milyen szép? Nagyon gyönyörű. Tehát ö, nem csak, tehát, ha mentek a természetbe sétálni, vagy bárhova, ugye vannak eleve kristálylelőek, főleg Ausztriában, mert meg Erdélyben, de érdemes tényleg nyitott szemmel járkálni. emlékszem, mikor Judy megtalálta azokat a... Hát Föl, Fölmentünk öre, ahol azt gondolnád, hogy így mész egy ilyen erdélyi úton, ahol vannak ilyen kavicskák, hogy itt aztán semmilyen kristály. Nem, igen. Kiketten, ugye, mint vakok, megyünk, Judy így lehajolt, ez, ez a kristály, ez a kristály. Mondtuk, hogy basszus, ez egy kristály Igen, kristály igen. Az. És tényleg az, és amikor ő fölszette, és már ugye megnézti, tehát Igen. mi nem vettük észre, de amikor lehajoltunk, és megnéztük, de, tehát, de. tehát tényleg menjetek ki a természetbe, és, és nézzetek, járjatok körül, és az ugyanaz a módszer, hogy fogd a kezedbe, és kérdezd meg tőle, hogy te mire való vagy. Nagyon érdekes egyébként, hogy a követnek is lehet valami mondani valója. Egyszer valaki uh, egyiptomi piramisokból hozott, mert onnan ugye nem hozhatsz ki semmit a piramisokból, tehát, hogy letörik a kezed és főbelőnek abban a pillanatban bármi, tehát ő megkockáztatta, és hozott nekem egy kavicsot, annak van nagyon érdekes ö, rezgés. Én a ö, templomából hoztam, úgyhogy hát, így. a így. Nem szoktam lopni, de <laughs> Ausztráliában van a Red Rock, uh -huh. az a nagy, nagy piros igen, igen. Ott, ott, is fővesztés terhe mellett valaki elrakott nekem egy redrak követ, az még nagyon érdekes rögésekkel bír. Tehát, hogy a kövek is tudnak rez rezegni, azzal nincsen, főleg, ha valami szent helyről van. Ezt akartam mondani, hogy azért, nem, abszolút így van, és azért dobogókő, azért tudjuk, hogy egy szent hely, hát azért mégiscsak az egész pilis egy szent hely igazából, tehát a dobogókő az egyszerűen maga a pilis dobogókő, tehát az, most van egy város, vagy egy kis település, amit így hívnak, tehát az egész, tehát szokták, hogy a dobogókő a szívcsakra, frászkali, tehát az egész pilis a szívcsakra. Tehát, és igen, meg lehet találni a földnek különböző csakrait, hogy mi micsoda, tehát meg aztán néha verekednek is emberek, hogy Á, az enyém szívcsakra, nem az enyém a csakra, nem az enyém a harmadik szem, jó, mindegy. De ami érdekes, hogy én szoktam ilyen gyakorlatot csinálni, mikor még három éves volt, ugye, a, hogy hívják, a, meg most már csak titkos harmadév, meg negyedév van, de a Suri az ugye két éves, de volt olyan hétvége, hogy bevittem különböző helyekről származó köveket, és mondtam, hogy gyerekek, tippeljétek meg, hogy ez micsoda. És annyira döbbenetes volt, mert olyan sokszor volt az, hogy csoportokban dolgoztak, tehát négy-öt fős csoportokban, és volt, aki tűpontosan megmondta, hogy ez biztos, hogy Egyiptomból van, vagy ez valami, mit tudom én, szent helyről van, tehát így, így tűpontosan, Aha. nem tudták néha megmondani, hogy melyik templomból, nem is ez a lényeg, de hogy igen, oda tudtak tenni mellé egy történetet. Tehát rá lehetett hangolódni, tehát abszolút lehet története egy főnek, és nem tudhatjuk, hogy honnan került a mi kertünkbe például, ugye? Tehát én bár, nekem annyira köves a kertem, hogy bármit ültetünk, ott van egy kő. Tehát ez nyilván ezek ilyen mészkövek. De már egész falakat tudtam belőle építeni, konkrétan rások, ott egy kő. Oké, okay, jó van, akkor ott van. Tehát nem ezekről beszélek, de figyeljetek oda a kavicskákra, és használjátok kristályokat, mert elképesztően szépek is, tudják harmonizálni a teret, a hálószobádat, ha magadon hordod, akkor a saját testedet, nagyon soknak van gyógyító ereje, gyógyító frekvenciája. Ezek ugye frekvenciák tulajdonképpen. És ami még egyszer, ami, amire érdemes emlékezni, hogyha megnézzük ezt a négy hierarchiát, ugye, hogy, hogy emberek, állatok, növények, kristályok vagy ásványok, mondjuk így, akkor az ásványok a legöregebbek. Azok léteznek, azok ott voltak a történelmi korok előtt. Tehát amikor ö, tényleg kibányászol a földből egy követ, ö, az, az ott, van a föltörténet az egészben. Emlékszel még arra az indián mesére, amit egyszer elmeséltél? Ö, az nagyon érdekes, de hogy egy, egy, szóval hogy ezt az egész kristálymániát, ezt neked köszönhetem. A vörös volt és a Igen. Igen. Ezt a kettőt, meg a viszkit. Az a Tehát, hogy ez a be, bejössz a, az én lakásomba, mindenhol van kristály. Tehát, hogy ez a, de ezek már föl vannak hangolva, tehát, hogy meg egy, egyfajta teret alkotnak egyébként. Persze, persze. Kristályzás jön létre ebből az egészből. De, ha elmegyek így kristályvásárra... Akkor rosszul leszünk egy idő után. Akkor visszük, e egy, 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 óra múlva, egy óra múlva... Egy óra Igen, bírok. pontosan. pontosan de ez, ez a behangolatlan ez kristályok... Nem hangolatlan tömegével. Tömegével, tömegével, igen. tömegével pontosan. Tehát, hogyha, ha elmész egy ilyen kristályvásárra, és elmész az szóval energiát, szóval. akkor ne csodálkozzál sem semmit. Hát, ez... oda járni, de kimenekülünk mindig. Ennyi. Kizál kizál el, el, és hogy... Besírjuk magunkat a Benihez. Szóval. Ah, azt nem is meséltem talán neked, hogy glastonbury amikor voltunk nálad, meg a Judinál, leforgattuk Judy élete egyetlen filmjét, ami, ami egyébként megtaláljátok Én a szóval. így, Igen. és De hogy képzeld el, hogy Glastonbury főutcája, hát ez az ezotéria mekkalja. Minden harmadik vagy negyedik bolt egy kávézó vagy egy étterem, de közte csak kristály, könyves ami ezotérikus könyveket árul. Ott van, ott láttam életemben egyedül szarvasboltot, tehát, hogy minden, ami a szarvashoz kapcsoló, a mágikus szarvasról beszél. Hát igen, ez a varázsló, tehát az igen. a... Igen. De az érdekes, hogy a varázszarvas az magyaroknál, meg az angoloknál jelenik. Az i, a druidáknál. A Igen. Du, az a druida, druida Jó is. az átjáró, tehát, hogy sombori hogy az Angliának. Ott van egy átjáró. És hogy ott, ott jelenik meg, és bementem egy kristályboltba, mert hogy itt nekem van egy kő. Oda mentem a tárolóhoz, és így belenyúltam, és egy szerpentin volt az, egy lettő, és de, és akkor azt mondja a nő, hogy más, nem akarok, mondom, nem, nem ezért jöttem be. És így nézett rám kerek. Ja, látom csak az eladók és a pincerek normális, csak egyébként mindenki tűnt. <laughs> <van. gül> hát, hogy ez a... És így rám nézett, jó, gondolom, konstatált egy újabb tűtő bolond, aki bejött, de így hagytam, hogy az érzések vezé. Nagyon érdekes, hogy egyébként ugye a Mária és ö... Mary and Michael. Ja, de igen. Mária és Mária, Mária lejvonalakon. Lejvonal, két lejvonal, így párhuzamosan fut, oh, és oh, kezdjétek oh, el, hogy a druidáktól, mert a, emlékszel a druida konyha a vége, eh, egy vonalba építkeztek. Tehát minden e egy vonalba történt. Oh, ezen a két lejvonalon. Egyébként ez felmegy Londonig ez a két vonal. Aha. Lehet követni. Ez nagyon Én azt, azt, hittem, hogy az ebinél megáll. Mert tudod, az van az a pad, igen, és igen, mind, igen. indulna el. Oda tehát... indul, de megy tovább, tehát fel, mondom, fel, fel hogy legyen, ott, mi gondolunk. druida konyhán ment persze, tovább. Persze, persze, Na természetesen mit csinál Glastonbury városa? Lezárja ezt a részt, és csak pénzért mehetsz be. Kivéve, ha az EBI-ből a kis kulcsal át tudunk jutni. De hát, ha ott laktunk az ebibe, akkor nekünk volt, hogy a kípedünk, tudod, és akkor bele. Igen. Igen, igen persze. Az és a... A... mi ott voltunk, tehát... igen de hogy amit kaptunk ettől a két lejvonaltól, az nem annyira volt mérhetetlen, hogy azt képzeljétek el, hogy annyira erős a sugáza. Először azt érzed, hogy fürdez benne, milyen jó, majd másnap, Pest. vagy még aznap este, kihoz Felt. a... a Fejfájás, valami... hasmenésed lehet, tisztulás, tehát mindenféle olyan tünetek, hogy influenzás lesz el. Igen. Nem, mizé Is... volt. Ö... Szénen átharóhamom. Aha, tényleg. De, a, de valaki másnak meg valami, mindegy, teljesen mindegy. Hát a közös barátnőnknek lett az, hogy nem, nem tudott eljutni velem az ebbibe, tehát visszafordult menet közben. Igen. hirtelen rájött. Azt mondom, mindenkinek mindenki kihoz bizonyos Tehát egy tisztulási folyamatot indít be, Abszolút. ez a lényege. Igen, ami nem kellemes, ezt te tegyük hozzá. Valami egy rejtett problémádat hozza elő egyébként. Tehát, hogy tisztulási igen. folyamat. És ahogy visszajöttünk Londonba, el... elvágódott. Igen, igen. Semmi baj nem volt. Szóval gyűjtsetek kristályokat. Így Jó. van. Is, köveket is. Így van. Igen. Jó. Szerintem nem tartunk valamikor kristálytán folyamat? De, csináljunk Kristálytan folyamatot. Jó. Beszéljük meg. Egyébként ki pedig, gyertek, gyertek április 5-en. Igen. Ez talán az utolsó műsor, amikor még el tudjuk mondani, hogy Igen. gyertek. Mert Igen. Utána már beszámolunk róla, szerintem. Hamarosan. Ma. Így van. Oké. Okay. Sziasztok. 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 Ha tudtok.